Az örömhír János elbeszélése szerint. Kezdetben volt a szó. A szó Istennél volt, és Isten volt a szó. Ez kezdetben Istennél volt. Minden általa jött létre, semmi sem jött létre nélküle, ami létrejött. Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága. A világosság pedig világít a sötétségben, de a sötétség nem fogadta be. Volt egy ember, akit Isten küldött. Jánosnak hívták. Ő tanúskodni Tanúságot tenni a világosságról, hogy mindenki hinni kezdjen általa. Nem ő maga volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság, amely minden embert megvilágít, akkoriban jött el a világba. Itt volt a világban, és a világ általa jött létre. Mégsem ismerte meg a világ. Saját otthonába jött, de övéi nem fogadták be. Azoknak viszont, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá váljanak. Azoknak, akik a nevében hisznek, akik nem vérből, nem egy húsvér testvágyából, nem egy férfi szándékából, hanem Istentől születtek. És a szó húsvér testé lett, sátrat vert közöttünk. És mi szemtanúi voltunk dicsőségének mint az atya egyetlen gyermeke dicsőségének, aki tele van kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla. Ő volt az, kiáltotta. Róla mondtam, hogy aki utánam jön, előbb született nálam, hiszen előbb volt, mint én. És mi mindannyian az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemért. Mivel a törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és az igazság Jézus, a messiás által valósult meg. Isten soha senki nem látta. Az egyetlen fiú mutatta meg őt, aki az atya ölében van. János tanúságtétele pedig így szól: Mikor a júdeaiak papokat és lévitákat küldtek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék, ki vagy te? ő pedig elismerte, nem tagadta, hanem elismerte. Nem én vagyok a messiás. Erre megkérdezték tőle, hát ki csoda? Illés vagy? Nem vagyok, mondta. A proféta vagy? Így válaszolt. Nem. Erre azt kérdezték tőle, akkor ki vagy? Mit mondasz magadról, hogy választ viesünk azoknak, akik elküldtek minket? Ő így felelt. Én vagyok a kiáltó hangja a sivatagban. Egyengessétek az úrútját, ahogy Ézsaiás a proféta mondta. A küldöttek a farizeusok közé tartoztak, tovább kérdezgették. Akkor miért meríted alá az embereket, ha nem te vagy a messiás, sem Illés, sem a proféta? Én vízben merítek alá, feled nekik János. De köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, aki előbb volt, mint én akinek én sarú szíját se vagyok méltó kioldani. Ezek Betabarában történtek, a Jordán túlsó partján, ahol János tartózkodott, mikor alámerítette az embereket. Másnap János meglátta Jézust, amint az épp megérkezett hozzá, és így szólt. Nézzétek, az Isten báránya, aki magára veszi a világ bűnét ő az, akiről azt mondtam, hogy jön utánam egy férfi, aki előbb született nálam, hiszen előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt. De hogy Izrael számára ismerté váljon, ezért jöttem én, aki vízben merítem alá az embereket. És János tanúságot tett e szavakkal. Szemtanúja voltam, mikor a szellem leszállt a mennyből, mint egy galamb, és rajta maradt. Én sem ismertem őt. De aki elküldött engem, hogy alámerítsen vízben az embereket, azt mondta nekem. Akire látod, hogy a szellem leszáll, és rajta is marad, az az, aki szent szellemben meríti alá az embereket. Én pedig láttam, és tanúságot tettem, hogy ő az Isten fia. Másnap ismét ott állt János, és tanítványai közül ketten. És mikor meglátta Jézust, aki ott járt Kelt, így szólt: Nézzétek! Az Isten báránya. A két tanítvány meghallotta, amit mondott, és Jézus nyomába szegődött. Jézus pedig hátrafordult, észrevette, hogy ezek követik, és megkérdezte tőlük: Mit szeretnétek? Azok így feleltek: Rabbi. ami lefordítva azt jelenti Mester. Hol szálltál meg? Gyertek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek hát, megnézték, hol szállt meg, és aznap nála maradtak. Körülbelül a tizedik óra volt. András, Simon Péter testvére volt az egyik a kettő közül, aki miután hallotta, amit János mondott, követte Jézust. Ő elsőként saját testvérével Simonnal találkozott, és elúságolta neki. Megtaláltuk a messiást, ami lefordítva azt jelenti, fölkent. Azzal elvitte Jézushoz. Mikor Jézus meglátta, így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia. Téged kéfának fognak hívni, ami lefordítva azt jelenti, szikla. Másnap Jézus el akart menni Galileába, és találkozott Fülöppel. Így szólt hozzá, kövess engem. Fülöp pedig Becaidából, András és Péter városából való volt. Ő találkozott Nátanaellel, és ezt mondta neki. Megtaláltuk, akiről Mózes írt a törvényben, és a próféták Jézust, József fiát Názáretből. Származhat Názáretből valami jó? kérdezte Nátanaell. Gyere és nézd meg, felelte Fülöp. Mikor Jézus meglátta hozzá közeledő Natanaélt, ezt mondta róla. Nézzétek, egy igazi izraelita, akiben nincs ravasság. Honnan ismersz? kérdezte tőle Natánáél. Mielőtt Fülöp megszólított, felelte neki Jézus, láttalak, mikor a fügefa alatt voltál. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Mondta neki válaszul, natanáél Jézus erejét szólt hozzá. Azért, mert megmondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt. Hiszel? Látsz majd nagyobbakat is ezeknél. Bizony úgy van, tette hozzá, ahogy mondom nektek. Mostantól fogva látjátok majd a megnyílt mennyet és Isten angyalait, amint fel- és leszállnak az ember fia felett. A harmadik napon pedig lakodalom volt a galileai Kánámban, és ott volt Jézus anyja. Meghívták a lakodalomba Jézust és tanítványait is. Mivel kevés volt a bor, anyja szólt Jézusnak. Nincs boruk. Mit dolgunk nekünk egymással, asszony? Nem jött még el az én órám, felelt neki Jézus. Ha mond nektek valamit, tegyétek meg, mondta az anyja a szolgáknak. Volt ott hat kőből készült víztároló edény a zsidó tisztasági szokásoknak megfelelően, egyenként két, illetve három mérő űrtartalmúak. Jézus így szólt a szolgákhoz. Töltsétek meg az edényeket vízzel. Meg is töltötték színültig. Most merítsetek belőle, és vigyetek a násznagynak, mondta nekik. És vittek. Amint a násznagy megkóstolta a borrálet vizet, de ő nem tudta, honnan van a szolgák, viszont akik a vizet mérték, tudták, oda hívta a vőlegényt. Minden ember először a jó bort szolgálja föl, mondta neki, és mikor már részegek, akkor a rosszabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort? Ezt az első jelet Jézus a galileai kánánban cselekedte, és megmutatta dicsőségét, tanítványai pedig hinni kezdtek benne. Ezután ő, édesanyja, testvérei és tanítványai lementek Kapernaumba, de csak néhány napig maradtak ott. Közel volt a zsidó Pészák ünnepe, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban szarvasmarha, birka és galambárusokat, valamint pénzváltókat talált, akik ott ültek. Mire kötélből ostort csinált, és mindegyiküket kizavarta a templomból. A birkákat és a szarvasmarhákat is a pénzváltók apró pénzét szétszórta, az asztalokat fölborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta. Vigyétek el ezeket innen! Ne tegyétek piac térré atyám házát! Tanítványainak ekkor eszükbe jutott, hogy megvan írva. Elemészt engem a házad iránti féltékenység. A júdeaiak pedig megkérdezték tőle. Milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ilyeneket teszel? romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt fölépítem. Válaszolt neki Jézus. 46 évig épült ez a templom, mondták erre a júdeaiak. És te három nap alatt fölépíted? Csak hogy ő a saját teste templomáról beszélt. Mikor aztán föltámadt a halottak közül, tanítványainak eszükbe jutott, hogy ezt mondta nekik. És hinni kezdtek az írásnak és Jézus szavainak. Amíg Jeruzsálemben volt a Pészek ünnepén, sokan hinni kezdtek a nevében, mivel látták jeleit, amelyeket cselekedett. Ő, Jézus viszont nem bízta magát rájuk, mert mindegyiküket ismerte, és nem volt szüksége rá, hogy valaki tanúságot tegyen neki az emberekről, mert magától is tudta, mi van az emberekben. A farizeusok között pedig volt egy ember. Nikodémusnak hívták. A judeaiak egyik előjárója. Ez eljött éjjel Jézushoz, és ezt mondta neki. Rabbi, tudjuk, hogy olyan tanítómester vagy, aki Isten jött. Mert senki sem tudja megtenni azokat a jeleket, amiket te, ha Isten nincs vele. Bizony úgy van, ahogy mondom neked, válaszolta neki Jézus aki nem születik újjá, nem tudja meglátni Isten uralmát. Erre Nikodémus megkérdezte tőle, hogy tud megszületni az ember, ha már öreg? Talán vissza tud bújni anyja méhébe, hogy másodszor is kijöjjön onnan és megszülessen? Jézus így felelt. Bizony úgy van, ahogy mondom neked. Aki nem víztől és szellemtől születik, nem tud belépni Isten uralma alá. Ami a testtől született, az test. Ami pedig a szellemtől született, a szellem. Ne lepődj meg, hogy azt mondtam neked, újjá kell születnetek. A szél fúj, ahol akar. És bár hangját hallod, mégsem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a szellemtől született. De hogyan válhatnak ezek valósággá? kérdezte Nikodémosz te Izrael tanító mestere vagy, és nem tudod ezeket? Felet Jézus. Bizony úgy van, ahogy mondom neked. Mi arról beszélünk, amit tudunk, és arról teszünk tanúságot, amit látunk. A mi tanúságtételünket mégsem fogadjátok el. Ha a földi dolgokról beszélek nektek, és nem hisztek, hogy fogtok hinni, mikor a mennyei dolgokat mondom el? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le, az ember fia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a sivatagban, ugyanúgy kell az ember fiának fölemeltetnie, hogy senki, aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Mert Isten úgy fejezte ki szeretetét a világ iránt, hogy egyetlen fiát adta oda, hogy senki, aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Hiszen Isten nem azért küldte el fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ megmeneküljön általa. Aki hisz benne, azt nem ítélik el. Aki nem hisz, azt már el is ítélték, mert nem hisz Isten egyetlen fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak hiszen mindenki gyűlöli a világosságot, aki rosszat tesz, és nem megy ki a világosságra, nehogy tettei kiderüljenek. De aki az igazságot cselekszi, kimegy a világosságra, hogy látszon, amit tesz, mert Istenben tevékenykedik. Ezek után Jézus és tanítványai júde földjére mentek. Ott időzött velük, és alámerítette az embereket. János pedig, aki szintén alámerítette az embereket, Énónban volt, közel Sálemhez, mert ott sok víz volt. Az emberek pedig jöttek alámerítkezni. János ugyanis ekkor még nem volt börtönben. Ezért vitatámat János tanítványai és a júdeaiak között a megtisztulással kapcsolatban. Oda mentek Jánoshoz, és így szóltak hozzá. Rabbi, látod, aki veled volt a Jordánon túl? aki mellette tanúságot tettél. Alámeríti az embereket, és mindenki ő hozzá megy. Ember nem tud elvenni semmit sem, felelte János, ha nem a mennyből kapja. Ti magatok vagytok a tanúi, hogy megmondtam. Nem én vagyok a messiás, hanem az vagyok, aki ő előtte küldetett el. Akinek mennyasszonya van, az vőlegi. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt. Nagyon örül a vőlegény hangjának. Ez az öröm teljes lett. Neki növekednie kell. Nekem pedig egyre kisebbé kell válnom. Aki fentről jön, mindenki fölött áll. Aki a földről származik, az földi, és földi dolgokat mond. Aki a mennyből jön, az mindenki fölött áll, és arról tesz tanúságot, amit látott és hallott. De tanúságtételét senki sem fogadja el aki elfogadja tanúságtételét, az pecsétjével hitelesítette, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, az Isten szavait szólja. Hiszen Isten nem mérő edényből adja a szellemet. Az atya szereti a fiút, és mindent átadott az ő kezébe. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. De aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem fogja látni az életet hanem rajta marad Isten büntetése. Amint aztán az Úr megtudta, hogy a farizeusok meghallották, Jézus több tanítvány gyűjt és merít alá, mint János, bár maga Jézus nem merített alá senkit, csak tanítványai, elhagyta Júdeát és újra elment Galileába. Közben Szamarián kellett áthaladnia. Így aztán a Suhár nevű Szamariai városhoz érkezett. Közel ahhoz a területhez, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob, ott volt a Jákob forrása. Jézus pedig kifáradt a gyaloglástól, ezért letelepedett a forrás mellett. Körülbelül a hatodik óra volt. Egy szamariai nő közeledett vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai úgy is elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Erre megkérdezte tőle a szamariai nő. Hogy kérhetsz tőlem inni júdeai létedre? mikor én szamariai nő vagyok. A júdeaiak ugyanis nem érintkezhetnek a szamariaiakkal. Ha ismernéd Isten ajándékát, felelte neki Jézus, és hogy kimondja neked azt, adj innom, akkor te kértél volna tőle, és ő élő vizet adott volna neked. Uram, még vödröt sincs, mondta neki a nő, a kút pedig mély, honnan lenne élő vizet? Csak nem vagy nagyobb, ami ősatyánknál, Jákobnál is, aki nekünk adta ezt a sőt maga is, fiai is, és állatai is ebből ittak. Mindenki, aki ebből a vízből iszik, újra szomjas lesz, válaszolta neki Jézus. De aki abból a vízből iszik, amelyből én adok majd neki, az semmiképp sem szomjazik meg soha többé. Hanem az a víz, amelyet adok neki, szökőkúttá lesz benne, az örök életre. Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne legyek többé szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet húzni, mondta neki erre az asszony. Eredj, hívd a férjedet, és gyere vissza, felelte Jézus. A nő erre azt válaszolta neki. Nincs férjem. Jól mondtad, hogy nincs férjed, mondta neki Jézus, mert öt férjed volt, és akit most van, az nem a férjed. Ezt őszintén mondtad. Látom, uram, hogy proféta vagy, feleltenő. Ős atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ti viszont azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Hidd el nekem, asszony, válaszolta neki Jézus, hogy közeledik az az óra, mikor nem ezen a hegyen, és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi viszont azt imádjuk, akit ismerünk. Mert a szabadulás a zsidóktól ered. De közeledik. Sőt, most van az az óra, mikor valódi imádói szellemben és igazságban fogják imádni az Atyát. Mert az Atya is ilyen imádókat keres. Isten szellem. És akik őt imádják, szellemben és igazságban kell imádniuk. A nő erre így felelt. Tudom, hogy jön egy messiás. Ezt mondják, fölkennek. És mikor eljön, mindent elmagyaráz nekünk. Én vagyok az, aki veled beszélek. Válaszolta neki Jézus. Időközben megérkeztek a tanítványai, és meglepődtek, hogy egy nővel beszélget. De azért egyikük sem tette szóvá. Mit keresel itt? Vagy miért beszélgetsz vele? Aztán a nő, otthagyva vödrét, elment a városba, és szólt az embereknek. Gyertek, nézzétek, van egy ember, aki mindent megmondott nekem, amit tettem. Csak nem ő a messiás. Erre azok kijöttek a városból, és folyamatosan érkeztek hozzá. De közben a tanítványok kérlelték. Rabbi, egyél! Van nekem ennivalom, amiről ti nem tudtok, felelte nekik. A tanítványok erre egymástól kezdték kérdezgetni. Talán hozott neki valaki enni? Erre Jézus így szólt hozzájuk. Az én ételem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki küldött, és az ő munkáját befejezzem. Ti nem azt mondjátok, hogy még négy hónap is jön az aratás? Látjátok, én azt mondom nektek, emeljétek föl szemeteket, és vegyétek észre, hogy a földek sárgák már az aratásra. És aki arat, fizetést kap, és hasznot gyűjt az örök életre. Hogy a vető is örüljön, meg az arató is. Mert ezzel kapcsolatban igaz a közmondás. Más vet és más arat. Én küldtelek el titeket, hogy learassátok azt, amiben nem ti fáradtatok el. Mások elfáradtak, és ti felváltottátok őket fáradozásukban. Abból a városból a szamariaiak közül sokan elkezdtek hinni benne, amiatt, amit az asszony mondott, aki tanúsította. Mindent megmondott nekem, amit tettem. Így hát elmentek hozzá a szamariaiak, és kérlelték, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. És még sokkal többen elkezdtek hinni amiatt, amit ő maga mondott, és így szóltak az asszonyhoz. Már nem amiatt hiszünk, amit te mondtál. Mert magunk is meghallgattuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ megmentője, a messiás. Két nap múlva pedig útra kelt onnan, és elment Galileába. Mert Jézus személyesen bizonyította be, hogy prófétának saját hazájában nincs tisztessége. Mikor aztán megérkezett Galileába, a galileaiak, akik mindazt látták, amiket Jeruzsálemben tett az ünnepen, hiszen maguk is elmentek az ünnepre, szívesen fogadták. Jézus újra ellátogatott hát a galileai kánába, ahol a vizet borrá változtatta. És volt a királynak egy tisztviselője, akinek a fia... Kapernaumban beteg volt. Ezt meghalva, hogy Jézus Júdába, Galileába érkezett, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön le oda, és gyógyítsa meg a fiát, mert haldoklik. Jézus így felelt neki. Ha nem láttok jeleket és csodákat, semmi kép sem kezdtek elhinni. Uram, gyere le, mielőtt meghal a gyermekem. Válaszolta a király tisztviselője. Jézus így szólt. Menj! Él a fiad. Ez az ember pedig hinni kezdett abban, amit Jézus mondott neki, és elment. Mikor már leért, rabszolgái kijöttek elébe, és elújságolták. Él a gyermeket! Megkérdezte tőlük, hogy hány órakor lett jobban. Tegnap, a hetedik órában ment le a láza. Felelték. Így hát megtudta ez az apa, hogy abban az órában, amelyben Jézus azt mondta neki, él a fiad, és hinni kezdett ő és egész családja is. Ezt a második jelet cselekedte Jézus, mikor elment Júdeából Galileába. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben pedig a Juh kapunál van egy víztározó medence, Héberül Betesdának nevezik, amelynek öt oszlopcsarnoka van. Ezekben tömegével fekszenek a betegek, vakok, bénák, megmerevedettek, paralízisben szenvedők, akik a víz megmozdulását várják. Mert egy angyal időnként leszáll a medencére, és felkavarja a vizet. És aki a víz felkavarodása után először lép bele, meggyógyul. Bármilyen betegség gyötörte is. Volt ott egy 38 éve beteg ember. Mikor Jézus meglátta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már hosszú ideje van ebben az állapotban, megszólította. Szeretnél egészséges lenni? Uram, válaszolta neki a beteg. Nincs emberem arra, hogy mikor felkavarodik a víz, bevigyen a medencébe, és mire én odaérek, már belelépett más előttem. Jézus így szólt hozzá, Kelj föl, emelt föl hordágyadat, és járkálj. Erre ez az ember azonnal meggyógyult. Fölemelte hordágyát, és föl alá járkált. Csak hogy aznap szombat volt. Ezért a júdeaiak szóltak a meggyógyítottnak. Szombat van, nem szabad fölemelned a hordágyat. Aki meggyógyított, felelte nekik, az mondta nekem, hogy emeljen föl a hordágyamat, és járkáljak. Ki az az ember? kérdezték erre tőle. Aki ezt mondta neked, hogy emelt föl hordágyadat, és járkálj. De a meggyógyult nem tudta, ki volt, mert Jézus visszavonult onnan, mivel tömeg volt azon a helyen. Ezek után Jézus összetalálkozott vele a templomban, és így szólt hozzá. Látod, egészséges lettél. Többé ne élj bűnben, nehogy valami még rosszabb történjen veled. Ez az ember meg elment, és elmondta a júdeaiaknak, hogy Jézus gyógyította meg. Ezért a júdeaiak nyomozni kezdtek Jézus után, és ki akarták végezni, amiért ezt tette szombaton. Ő pedig így felelt nekik. Atyám, mindez ideig dolgozik, ezért én is dolgozom. Emiatt aztán még inkább azon voltak a júdeaiak, hogy kivégezzék. Mert nem csak a szombatot törte meg, hanem még Isten is saját apjának mondta, egyenlővé téve magát Istennel. Ezért Jézus így válaszolt nekik. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. A fiú semmit sem tud tenni magától, ha nem látja az atyát cselekedni mert amit ő tesz, azt csinálja utána a fiú is. Az atya ugyanis kedvét leli a fiúban, és mindent megmutat neki, amit tesz. És ezeknél is nagyobb tetteket fog mutatni neki, hogy titeket megdöbbentsen. Mert ahogy az atya föltámasztja és életre kelti a halottakat, ugyanúgy a fiú is életre kelti, akiket akar. Az atya senki fölött sem ítélkezik, hanem az ítélkezés teljesen átadta a fiúnak, hogy mindenki ugyanúgy tisztelje a fiút, ahogy az Atyát tiszteli. Aki a fiút nem tiszteli, az Atyát sem tiszteli, aki elküldte őt. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek: annak, aki az én szavaimat hallja, és hisz annak, aki elküldött, örök élete van, és nem kerül ítélet alá, hanem már át is lépett a halálból az életbe. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek, közeledik már. Sőt, most van az az óra, mikor a halottak meg fogják hallani Isten fiának a hangját. És akik meghallják, élni fognak. Mert ahogy az Atyának van élete önmagában, ugyanúgy a fiúnak is megadta, hogy legyen élete önmagában. És megadta neki a hatalmat is, hogy ítéletet hozzon, mert ember. Ne lepődjetek meg ezen. Közeledik az óra mikor a sírokban lévők mind meg fogják hallani a hangját, és kijönnek. Akik jó dolgokat vittek végbe az élet feltámadására, akik viszont rossz dolgokat tettek az ítélet feltámadására. Én semmit se tudok tenni magamtól. A szerint ítélkezem, amit hallok. És az én ítéletem igazságos. Mert nem saját akaratomat igyekszem teljesíteni, hanem annak akaratát, aki elküldött az atyáét. Ha én tanúsodom magamról, nem hiteles a tanúságtételem. Más tanúskodik mellettem, és tudom, hogy hiteles a tanúsága, amelyet mellettem tesz. Ti követeket küldtetek Jánoshoz, és ő tanúságot tett az igazság mellett. De mellettem nem emberi tanúság szól, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megmenekülhessetek. Égő és világító lámpás volt ő, ám ti csak egy óráig akartatok örvedezni a fényében. De mellettem a Jánosénál nagyobb tanúságtétel szól, mert azokat tettek, amiket nekem adott az atya, hogy véghez vigyem őket, maguk a tettek, amiket én cselekszem, tanúskodnak mellettem, hogy az atya küldött. Az atya, aki küldött, maga is tanúságot tett mellettem sem hangját nem hallottátok soha, sem alakját nem láttátok. És szava sem marad meg bennetek, mivel nem hisztek annak, akit ő küldött. Tanulmányozzátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy örök élet van bennük. És jól lehet, azok mellettem tesznek tanúságot, mégsem akartok hozzám jönni, hogy élet legyen bennetek. Én nem fogadok el emberektől dicsőséget, de ismerlek titeket. Nincs meg bennetek Isten szeretete. Én atyám nevébe jöttem, és nem fogadtatok el. Ha más jön saját nevében, azt majd elfogadjátok. Hogy is tudnátok hitre jutni ti, akik egymástól kapjátok a dicsőséget, az egyetlen Istentől származó dicsőséget pedig nem keresitek. Ne gondoljátok, hogy én vádolni foglak titeket az atya előtt. Van, aki vádolt titeket. Mózes, akiben reménykedtetek. Hiszen ha hittetek volna Mózesnek, hittetek volna nekem is. Mert ő rólam ért. De ha az írásainak nem hisztek, hogy fogtok hinni annak, amit én mondok? Ezek után Jézus elment a galileai tavon és Tiberiáson túlra. Nagy tömeg követte, mivel látták jeleit, amiket a betegekkel tett. Jézus pedig fölment a hegyre, és ott leült tanítványai között. Közel volt a pészek, a zsidók ünnepe. Mikor Jézus fölnézett és észrevette, hogy nagy tömeg érkezik hozzá, megkérdezte Fülöpöt: Honnan vásároljon kenyeret, hogy ehessenek? De ezt azért mondta, hogy próbára tegye, hiszen ő maga tudta, mit akar csinálni. 200 dénárnyi kenyer sem lenne elég nekik, hogy mindegyikük kapjon néhány falatot, felelte Fülöp. Egyik tanítványa, Simon Péter testvére, András megszólalt. Van itt egy kisgyerek, akinek van öt árpa kenyere és két hala. De mi az ennyinek? Ültessétek le az embereket, mondta erre Jézus. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát a férfiak szám szerint körülbelül ötezren. Aztán Jézus fogta a kenyereket, és miután hálát adott, szétosztotta a tanítványoknak. Azok pedig a fekvőknek. A halakból is ugyanígy osztogatott nekik, amennyit kívántak. Mikor jól laktak, szólt tanítványainak. Szedjétek össze a maradék darabokat, hogy semmi ne vesszen kárba. Összeszedték hát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpa kenyér darabjaival, amelyek az evők után megmaradtak. Erre az emberek, akik látták a jelet, amit Jézus tett, azt mondták, valóban ő az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Jézus ezért mivel tudta, hogy oda akarnak jönni hozzá, hogy erőszakkal királyát egyék, ismét visszavonult a hegyre egymagában. Mikor aztán este lett, tanítványai lementek a tóhoz, és bárkába szállva elindultak a túlsó partra, Kapernaumba. Már sötét volt, és Jézus nem csatlakozott hozzájuk. A tenger pedig háborgott, mivel viharos szél fújt. Mikor körülbelül 25-30 stadionnyira eljutottak, észrevették Jézust, amint a tavon sétálva közeledik a bárkához, és megrémültek. De ő így szólt hozzájuk. Én vagyok, ne féljetek. Így hát be akarták venni a bárkába, az pedig azonnal partot ért ott, ahová mentek. Másnap a tömeg, amely a tó túlsó partján maradt, és látta, hogy nem volt ott más bárka, csak az az egy, amelybe tanítványai beszálltak, és így Jézus nem szállt be tanítványaival együtt, hanem csak a tanítványok szálltak be. Viszont jöttek bárkák Tibériásból, annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután az Úr hálát adott érte. Szóval, mikor látta a tömeg, hogy se Jézus, se tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a bárkába, és Kápernáumba mentek Jézust keresve. Mikor rátaláltak a tó túlsó partján, megkérdezték. Rabbi, mikor jöttél ide? Jézus így válaszolt nekik. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne a mulandó ételért dolgozzatok, hanem azért az ételért, amely megmarad az örök életre, amelyet az ember fia fogadni nektek. Mert őt maga Isten, az atya hitelesítette pecsétjével. Erre azt kérdezték tőle. És mit tegyünk, hogy Isten munkájában dolgozzunk? akkor végzitek Isten munkáját, felete Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. Na és te milyen jelet teszel, hogy azt látva higgyünk neked? Kérdezték erre. Mi a te munkád? Ősatjáink manná tettek a sivatagban, ahogy megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így válaszolt. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adta nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Urunk, mindig adj nekünk ebből a kenyérből, mondták neki erre. Én vagyok az élet kenyere, felelte neki Jézus. Aki hozzám jön, semmiképp sem éhezik meg, és aki bennem hisz, semmiképp sem szomjazik meg soha többé. Mégis azt mondom nektek, bár láttok is engem, mégsem hisztek. Mindenki, akit az atya nekem ad, eljut majd hozzám, és aki hozzám jön, az semmiképp sem űzöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy saját akaratomat, hanem hogy annak az akaratát teljesítsem, aki küldött. Atyámnak pedig, aki küldött. Az az akarata, hogy senkit se veszítsek el azok közül, akiket nekem adott, hanem hogy feltámasszam őket az utolsó napon. Az az akarata annak, aki küldött, hogy mindenkinek, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom majd őket az utolsó napon. Ekkor súgdolozni kezdtek róla a júdeaiak, hogy azt mondta, ő az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Hát nem Jézus ez, József fia? talán nem ismerjük az apját és az anyját, akkor hogy mondhatja, hogy a mennyből szállt le? Ne súgdolózzatok egymás között, válaszolta erre Jézus. Senki sem tud hozzám jönni, ha nem vonza az atya, aki küldött. Én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Megvan írva a profétákban, és mindannyian Isten tanítványai lesznek. Mindenki tehát, aki hallotta az atyát és tanult tőle, hozzám jön. Nem mintha az atyát látta volna bárki is. Csak aki Istentől származik, az látta az atyát. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Ős atyáitok mannát tettek a sivatagban, mégis meghaltak. Ez a kenyér az, amely a mennyből szállt le, hogy aki ebből leszik, ne halljon meg. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, örökké fog élni. A kenyér pedig, amit én adok majd, a testem, amit a világ életért fogok odaadni. Erre a júdeaiak vitatkozni kezdtek egymással. Hogy tudná ez nekünk adni a testét, hogy megegyük? Ezért Jézus így szólt hozzájuk. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek ha nem eszitek az ember testét, és nem isszátok a vérét, nincs bennetek élet. Aki testemet eszi, és véremet issza, annak örök élete van, és én feltámasztom majd az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és vérem valóban ital. Aki testemet eszi, és véremet issza, az bennem marad, és én is benne. Ahogy elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, úgy, aki engem eszik, az is élni fog általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Nem úgy, mint ősatyáitoknak a manna, hogy ettek belőle, mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog. Ezeket a zsinagógában mondta, mikor Kapernaumban tanított. Ezért sokan a tanítványai közül, akik hallgattak rá, így szóltak. Kemény beszéd ez. Ki tudja ezt elfogadni? De Jézus, mivel tudta magában, hogy tanítványai sugdulóznak emiatt, azt mondta nekik: Ez megbotránkoztat teket Na és ha látjátok az emberfiát fölmenni oda, ahol korábban volt? A szellem az, aki megelevenét. A test nem használ semmit. Amiket mondok nektek, a szellem és élet de vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek. Jézus ugyanis elejétől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki fogja -e elárulni. Így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem tud hozzám jönni, ha atyám nem adja meg neki. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és többé nem tartottak vele. Ezért Jézus megkérdezte a tizenkettőt. Nem akartok ti is elmenni? Uram, – Kihez mennénk? – felelte erre neki Simon Péter. – Téd az örök élet beszéde, mi pedig már hisszük és tudjuk, hogy te vagy a messiás, az élő Isten fia. – Ugyan én választottal, aki titeket, a tizenkettőt – válaszolta Jézus –, de egyik őtök rágalmazó. – Júdásról, Simon fiáról, a keriótiról – mondta ezt – mert az készült elárulni őt. Egyikük a tizenkettő közül. Ezek után Jézus Galileában forgolódott. Nem akart ugyanis Júdeában tevékenykedni, mert a júdeaiak keresték, hogy kivégezhessék. Csak hogy közeledett a zsidó ünnep, a sátrak ünnepe, ezért testvérei így szóltak hozzá. Menj át innen Júdeába, hogy tanítványaid is láthassák, amiket teszel. Hiszen senki sem csinálja titokban azt, amivel nyilvánosságra akar kerülni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magad a világnak, mert testvérei sem hittek benne. Ezért Jézus így felelt nekik. Még nincs itt az én időm. Nektek minden idő alkalmas. Titeket nem tud gyűlölni a világ, de engem gyűlöl, mert én tanúskodom arról, hogy tettei gonoszak. Ti menjetek föl erre az ünnepre, én még nem megyek föl erre az ünnepre, mert az én időm még nem jött el. És erre hivatkozva Galileában maradt. De miután a testvérei fölmentek, ő is fölment az ünnepre. Csak nem nyilvánosan, hanem mint egy titokban. A júdeaiak pedig valóban keresték az ünnep alatt, és azt kérdezték, hol van ő? És sok súgdolózás volt a tömegben miatta. Némelyek azt mondták, jó ember mások viszont nem, hanem a tömeg félrevezetője. Persze senki sem beszélt róla nyíltan, mert féltek a júdeaiaktól. De aztán már az ünnep közepe táján Jézus fölment a templomba és tanítani kezdett. A júdeaiak megdöbbenve mondogatták. Hogyan értheti ez az írásokat, holott nem tanult ember? Az én tanításom nem az enyém, felelt erre nekik Jézus, hanem azért, aki küldött engem, aki az ő akaratát akarja teljesíteni, az tudni fogja erről a tanításról, hogy Istentől van-e, vagy magamtól beszélek. Aki magától beszél, az saját dicsőségét keresi. De aki annak dicsőségét keresi, aki küldte, az megbízható, és nincs benne igazságtalanság. Mózes adta nektek a törvényt. Mégsem teljesíti a törvényt senki közületek, nem így van? Miért akartok engem kivégezni? Démon van benned, felelt a tömeg. Ki akar téged kivégezni? Egyetlen dolgot tettem, és mindnyáján csodálkoztok rajta, válaszolta neki Jézus. Nos hát, Mózes adta nektek a körülmetélkedést, nem mint a Mózestől származna, hanem az ősatyáktól. És ti szombaton körülmetélitek az embert. Ha a körülmetélést megkaphatja az ember szombaton, hogy Mózes törvénye ne sérüljön meg? Miattam dühöngtök, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? Ne a látszat után ítélkezzetek, hanem igazságos ítéletet hozzatok. Erre a Jeruzsálemiek közül némelyek azt mondták: Nem ez az, akit ki akarnak végezni? És látjátok, nyíltan beszél, és semmit sem mondanak neki. Talán valóban fölismerték az előjárok, hogy ő az igazi messiás. De róla tudjuk, honnan származik, pedig mikor eljön a messiás, senki sem tudja, honnan származik. Ezért Jézus, miközben a templomban tanított, fölkiáltott: Engem is ismertek, és azt is tudjátok, honnan származom. De én nem magamtól jöttem, hanem valóságos az, aki küldött. Ti nem ismeritek őt. Én viszont ismerem, mert tőle származom, és ő küldött. Valóban el akarták fogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája. A tömegből pedig sokan elkezdtek hinni benne. Mikor a messiás eljön, talán nagyobb csodákat tesz majd ezeknél, amiket ő tett, mondogatták. A farizeusok meghallották, hogy a tömeg ilyeneket suttog róla. Ekkor a farizeusok és a főpapok szolgákat küldtek, hogy fogják el. Ezért Jézus így szólt hozzájuk. Még egy rövid ideig köztetek vagyok, aztán elmegyek ahhoz, aki küldött. Keresni fogtok, de nem találtok meg, és nem tudtok odajönni, ahol én vagyok. Erre a júdeaiak azt mondták egymás között. Hová akar menni? Hogy nem fogjuk megtalálni? Csak nem a görögök között szétszórattatásban élőköz akar utazni, és a görögöket tanítani. Mit jelent, amit mondott? Keresni fogtok, de nem találtok meg, és nem tudtok odajönni, ahol én vagyok. Az ünnep utolsó nagy napján pedig Jézus felállt, és felkiáltott. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, annak, ahogy az írás mondja, Élő vizek folyamai ömlenek majd a bensőjéből. Ez pedig a szellemről mondta, amit azok kaptak meg később, akik hitre jutottak ő benne. Mivel akkor még nem volt elérhető számukra a Szent Szellem, hiszen Jézus még nem dicsőült meg. Erre sokan, akik hallották a tömegből, amit mondott, így szóltak: Valóban, ő a próféta, ő a messiás, mondták mások. Megint mások viszont azt kérdezték. Galileából jönne el a messiás? Hát nem azt mondja az írás, hogy Dávid utódai közül és Betlehemből, abból a faluból jön a messiás, ahol Dávid élt? Így aztán meghasonlást támadta tömegben miatta. Néhányan szerették volna elfogni, mégsem emelt rá kezet senki. Ezért a szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Miért nem hoztátok el? kérdezték azok. Soha ember így még nem beszélt, ahogy ez az ember, felelték a szolgák. Csak nem eltéveített titeket is, válaszolták erre a farizeusok. Talán a főpapok és a farizeusok közül hisz benne valaki? De ez a tömeg, amely nem ismeri a törvényt, átok alatt van. Egyikük azonban Nikodémusz, aki korábban elment hozzá, így szólt hozzájuk. Törvényünk értelmében talán elítélhető egy ember anélkül, hogy előbb kihallgatták volna, és tudnák, mit csinált. Csak nem vagy te is, Galileai, feledik neki. Nézz utána, és meglátod, hogy Galileából nem származott proféta. Aztán mindenki hazatért, Jézus pedig fölment az olajfák hegyére. De vérradatkor már ismét a templomban volt és az egész nép folyamatosan érkezett hozzá. Ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavitték hozzá egy nőt, akit házasságtörésen kaptak. Odaállították középre, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszony tetten érték házasságtörés közben. A törvényben Mózes parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Most te mit mondasz erről? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, hogy legyen mivel vád alá helyezniük. Ám Jézus lehajolt és újjával írta földre, nem vett róluk tudomást. De amint tovább kérdezgették, fölegyenesedett, és ezt mondta nekik. Amelyik őtök nem bűnös, az dobja rá először a követ. Majd ismét lehajolt, és tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, mivel lelkiismeretük vádolta őket, egyenként kimentek, a vénektől kezdve az utolsókig. Végül egyedül Jézus maradt ott, meg a nő középen állva. Mikor Jézus fölegyenesedett, senkit sem látott, csak a nőt. Asszony, hol vannak a vádlóid? kérdezte tőle. Senki sem élt el? Senki, uram. Erre Jézus így szólt hozzá. Én sem élek el. Menj, de mostantól fogva többé ne élj Aztán ismét beszélni kezdett hozzájuk. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, semmi kép sem fog sötétségben élni, hanem övé lesz az élet világossága. Te magad mellett tanúskodsz, nem hiteles a tanúságod, mondták erre neki a farizeusok. Ha magam mellett tanúskodom is, mégis hiteles a tanúságom, felelte nekik Jézus, mert én tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti viszont nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. Ti testi módon ítélkeztek, én nem ítélkezem senki fölött. De ha mégis ítélkezem, az én ítéletem hiteles, mert nem egyedül vagyok, hanem velem van az atya, aki küldött. A nektek adott törvényben pedig megvan írva, hogy két ember tanúság tétele hiteles. Én is tanúskodom magam mellett, és tanúskodik mellettem az atya is, aki küldött. Hol van az atyád? kérdezték erre. Sem engem nem ismertek, sem atyámat, felelte Jézus. Ha engem megismertetek volna, atyámat is megismertétek volna. Ezeket a beszédeket Jézus az adománygyűjtőhelyen mondta, mikor a templomban tanított. De senki sem fogta el mert még nem érkezett el az ő órája. Majd ismét beszélni kezdett hozzájuk Jézus. Elmegyek, ti pedig keresni fogtok, de bűnötökben fogtok meghalni. Nem tudtok oda jönni, ahová én megyek. Csak nem lesz öngyilkos, kérdezték erre a júdeaiak, hogy azt mondja, hogy nem tudunk oda menni, ahová ő megy. Ti lentről származtok, felelte nekik. Én fentről származom. Ti ebből a világból származtok, én nem ebből a világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy bűneitekben fogtok meghalni. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, bűneitekben fogtok meghalni. Ki vagy? kérdezték erre tőle. Az, amit elejétől fogva mondok nektek, felelt neki Jézus. Sok mondani és ítélni valón van rólatok, de az, aki küldött, igazmondó. Én pedig azokat mondom el a világban, amiket tőle hallok. Nem jöttek rá, hogy az atyáról beszélt nekik. Ezért Jézus így szólt hozzájuk. Mikor fölemelitek az ember fiát, akkor fölismeritek, hogy én vagyok, és hogy semmit sem teszek magamtól, hanem ahogy atyám tanított, úgy mondom ezeket. És aki küldött, velem van. Nem hagyott egyedül az atya, mert én mindig azt teszem, ami neki tetszik. Mikor ezeket mondta, sokan hinni kezdtek benne. Ezért Jézus így szólt azokhoz a júdeaiakhoz, akik hittek neki. Ha megmaradtok abban, amit mondok, akkor valóban a tanítványaim vagytok, és megismeritek majd az igazságot, az igazság pedig fölszabadít titeket. Ábrahám utódai vagyunk, felelték neki. Soha nem voltunk rabszolgái senkinek. Hogy érted, hogy fölszabadulunk? Jézus így válaszolt nekik. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek, mindenki, aki bűnt követel, a bűn rabszolgája. Egy rabszolga pedig nem marad örökké a családban. A fiú maradott örökké. Ha tehát a fiú fölszabadít titeket, valóságosan szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábraám utódai vagytok, mégis ki akartok végezni, mert a szavamnak nincs helyen állatok. Én arról beszélek, amit atyámnál láttam. Ezért ti is azt teszitek, amit atyátoktól láttatok. A mi atyánk Ábrahám, felelték neki. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, mondta neki Jézus, azt is tennétek, amit Ábrahám. Ezzel szemben ki akartok végezni engem. Egy olyan embert, aki elmondtam nektek az igazságot, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tesz. Ti azt teszitek, amit atyátok tesz. Mi nem paráznaságból születtünk, feletéke erre neki. Egy atyánk van, Isten. Ha Isten volna az atyátok, mondta neki Jézus, szeretnétek engem is. Mert én Istentől jöttem ki és érkeztem ide, mivel nem magamtól jöttem, hanem ő küldött. Miért nem értitek, amit mondtok? Mert nem tudtok hallgatni a szavamra. Ti az ördög atyától származtok és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ő embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert benne nincs igazság. Mikor hazudik, a sajátjából beszél, mivel hazug, sőt, ő a hazugság atya. Nekem pedig, mivel én az igazságot mondom, nem hisztek. Melyik tud rám bizonyítani valamilyen bűnt? Ha pedig igazat mondok, akkor miért nem hisztek nekem? Aki Istentől származik, az hallgat Isten szavára. Ti azért nem hallgattok rá, mert nem Istentől származtak. Hát nem jó mondjuk, hogy te szamaritánus vagy, és démon van benned? Felelték neki erre a júdeaiak. Bennem ugyan nincs démon, válaszolt Jézus. Hanem én tisztelem atyámat, ti viszont tiszteletlenül bántok velem. De én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és megítéli. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Aki megtartja, amit mondok, soha semmiképp sem látja meg a halált. Erről a júdeaiak ezt mondták neki. Most már biztos, hogy démon van menned. Ábrahám is meghalt, és a próféták is. Te pedig azt állított, hogy ha valaki megtartja a szavaidat, soha semmiképp sem ízleli meg a halált talán nagyobb vagy ősatyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt, a proféták is meghaltak, Kivétezette magad. Ha én dicsőíteném magam, felet Jézus, akkor semmi dicsőségem nem lenne. Atyám az, aki dicsőít engem. Akiről ti azt állítjátok, hogy ő a ti istenetek, de nem ismeritek. Én viszont ismerem. És ha azt mondanám, hogy nem ismerem, Ugyanolyan hazug lennék, mint ti. De ismerem, és megtartom, amit mond. Ősatjátok Ábrahám újjongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült. Még ötven évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Mondták erre neki a júdeaiak. Jézus így szólt hozzájuk. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Mielőtt Ábrahám megszületett, én vagyok. Erre köveket kaptak föl, hogy rádobálják, de Jézus elrejtőzött, majd közöttük átmenve elhagyta a templomot. Így távozott. Miközben elment, meglátott egy születésétől fogva vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Rabbi, ki követette el bűnt? Ő vagy a szülei, hogy vakon született? Sem ő, sem szülei nem követtek el bűnt felelte Jézus. Hanem azért történt ez, hogy Isten munkája láthatóvá váljon benne. Nekem végeznem kell annak munkáját, aki küldött, amíg nappal van. Közeledik az éjszaka, mikor senki sem tud dolgozni. Mikor a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Miután ezeket mondta, a földre köpött. Köpéséből sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. Menj el, mondta neki. Mozsd le a Siloán medencében, ami lefordítva azt jelenti, küldött. Az el is ment. Megmosakodott, és úgy jött vissza, hogy látott. A szomszédai pedig, akik látták őt korábban, hogy vak volt, azt kérdezték. Nem ez az, aki itt szokott ülni és kéregetni? Egyesek állították, hogy ő az, mások pedig, hogy csak hasonlít rá. Ő viszont azt mondta, én vagyok. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szemed? Egy ember, felelte ő, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szememre, majd azt mondta, hogy menjek el a Siloán medencéhez, és mossam le. Elmentem is, miközben lemostam, látni kezdtem. Hol van ő? Kérdezték tőle erre. Nem tudom. Elvitték ezt a volt vakot a farizeusokhoz. Mikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is újra kikérdezték, hogy jött meg a látása. Ő pedig ezt mondta nekik: Sarat tett a szememre, lemostam és látok. Ez az ember nem Istentől van, vélekedett némelyik farizeus, hiszen nem tartja meg a szombatot. Hogy tudna egy bűnös ember ilyen jeleket tenni? mondtak mások. És meghasonlás támad köztük. Megint kérdezték a vakot. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Hogy proféta, mondta az. Így aztán a judeaiak nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, még oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Akkor most hogyan láthat? Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, válaszolták nekik erre a szülei. És hogy vakon született. De, hogy most hogyan lát, azt nem tudjuk. Vagy hogy kinyitotta meg a szemét. Mi nem tudjuk. Maga is elég idős már. Kérdezzétek őt, majd ő beszél magáról. Azért mondták ezt a szülei, mert féltek a júdeaiaktól, mivel a júdeaiak már megegyeztek egymással, hogyha valaki messiásnak vallja őt, kiközösítik a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy elég idős már, őt kérdezzétek. Így aztán másodszor is beszólították ezt az embert, aki vak volt. – Adj dicsőséget Istennek! – mondták neki. – Mi tudjuk, hogy az az ember bűnös. – Hogy bűnöse én nem tudom – felelt ezerre. – Egyet tudok, hogy vak voltam, most pedig látok. – Mit csinált veled? – kérdezték tőle megint. – Hogy nyitotta meg a szemedet? – Már elmondtam nektek – válaszolta az – és nem hallgattatok rám. Miért akarjátok újra hallani? Csak nem ti is a tanítványai akartok lenni? Erre sértegetni kezdték. Te vagy ennek a tanítványa. Mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez Isten szólt. Erről viszont nem tudjuk, hogy honnan való. Ebben éppen az a megdöbbentő, felelte nekik ez az ember, hogy ti nem tudjátok honnan való, az én szememet viszont megnyitotta pedig tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem aki Isten félő, és az ő akaratát teljesíti, azt hallgatja meg. Mióta világ áll, nem hallottunk olyat, hogy valaki megnyitotta egy vakon született szemét. Ha nem Istentől volna, semmit sem tudott volna tenni. Te teljesen bűnökben fogantál, és te tanítasz minket? Válaszolták neki, majd kiközösítették. Jézus meghallotta, hogy kiközösítették, találkozott vele, és megkérdezte tőle: Hiszel Isten fiában? Ki az uram, hogy higgyek benne? kérdezett vissza az. Láttad is őt, és aki veled beszél, ő az mondta neki Jézus. Hiszek, uram. válaszolta az, és leborult előtte. Jézus pedig így szólt: Ít életet hozni jöttem ebbe a világba. Hogy akik nem látnak, azok lássanak. Akik pedig látnak, azok vakok legyenek. Meghallották ezt a körülötte lévő farizeusok közül néhányan, és megkérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? Ha vakok lennétek, felelt neki Jézus, nem lenne bűnötök. Csak hogy ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért a ti bűnötök megmarad. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Aki nem a kapun át megy be a birka lába, hanem másfelől mászik be, a Stolva és rabló, aki pedig a kapun át megy be, az a juhok pásztora. Őt beengedi a kapúr. A juhok hallgatnak a hangjára. Saját juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Mikor saját juhait kihajtja, előttük megy. És juhai követik, mert ismerik a hangját. Idegent viszont semmiképp sem követnek hanem elmenekülnek tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a hasonlatot mondta nekik Jézus, de nem értették, mit mond. Ezért Jézus ismét beszélni kezdett hozzájuk. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek, én vagyok a juhokhoz vezető kapu. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. De a juhok nem hallgattak rájuk. Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, szabad lesz. Ki és bejár, és legelőtt talál majd. Tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és túláradó bőségben legyenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres viszont, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai. Mikor látja jönni a farkast, ott hagyja a juhokat, és elmenekül. A farkas pedig elragadja, és szétszórja őket. A béres azért menekül el, mert béres, és nem szívügye a nyáj. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogy az atya ismer engem, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Vannak más juhaim is, amelyek nem ebből az akolból való őket is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ezért szeret engem az atya, mert én az életemet adom, hogy aztán újra magamhoz vegyem. Nem veszi el tőlem senki, hanem önként adom oda. Hatalmamban áll odaadni, és hatalmamban áll újra magamhoz venni. Ezt a parancsot kaptam atyántól. Ismét meghasonlást támadt a júdeaiak között e szavai miatt. Démon van benne, és megőrült, mondták sokan közülük. Miért hallgatjátok? Mások így szóltak. Ezek a szavak nem egy démonizált szavai. Talán egy démon meg tudja nyitni vakok szemét? Eljött a templom újra szentelésének ünnepe Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus a templomban tartózkodott, a Salamon csarnokában, így hát körbevették a júdeaiak, és megkérdezték, Meddig tartasz bizonytalanságban bennünket? A te vagy a messiás, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, és nem hiszitek. A tettek, amiket Atyám nevében viszek végbe, tanúskodnak mellettem. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közé tartoztak. Ahogy mondtam nektek, az én juhaim hallgatnak a hangomra. Én ismerem őket, és ők is követnek engem. Én pedig örök életet adott nekik. Soha semmiképpen nem fognak elveszni, és senki sem fogja kiragadni őket a kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, mindenkinél nagyobb, és senki sem tudja kiragadni őket atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Erre a júdeaiak megint köveket vettek föl, hogy megkövezzék. Jézus így feled nekik. Sok jó tettet mutattam nektek atyámtól. Ezek közül melyik cselekedetért köveztek meg? Nem jó tettért kövezünk meg, válaszoltak neki a júdeaiak, hanem káromlásért, és mert te ember létedre, Istenné teszed magad. Jézus így feled nekik. Nincs megírva a nektek adott törvényben. Én mondtam, Istenek vagytok. Ha azokat Isteneknek mondja, akikhez Isten szava szólt, és az írás nem bontható fel, akkor arról mondjátok, hogy Isten káromlás szól, akit az atya megszentelt és elküldött a világba, mivel azt mondtam, hogy Isten fia vagyok? Ha nem atyám tetteit hajtom végre, ne higgyetek nekem. De ha ezeket teszem, ha nekem nem is hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy megértsétek és elhiggyétek. Az atya bennem van, én pedig ő benne. Erre megint szerették volna letartóztatni, de Kicsúszott a kezükből. Ismét elment a Jordán túlsó partjára, arra a helyre, ahol János először merítette alá az embereket, és ott maradt. Sokan jöttek hozzá, és azt mondták, hogy János ugyan nem tett semmilyen jelet, de mindaz, amit róla mondott, igaz volt. És sokan hinni kezdtek ott benne. De volt egy beteg. Lázárnak hívták. Betániából való. Máriának és testvérének Mártának falujából. Mária volt az, aki megkente az urat illatos olajjal, és a lábát megtörölte hajával. Az ő testvére Lázár volt beteg. A nővérek ezért üzentek Jézusnak, Uram, a barátod megbetegedett. Mikor Jézus ezt meghallotta, így szólt. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségért van, hogy Isten fia megdicsőjön általa. Jézus szerette Mártát, annak hugát és Lázárt. Ezért, mikor meghallott, hogy beteg, két napig még ott maradt, ahol volt, de aztán így szólt tanítványaihoz. Menjünk el megint Judeába. Rabbi, felelték neki a tanítványok. Most akartak megkövezni a júdeaiak, és újra oda mész? Talán nem tizenkét órából áll egy nap, válaszolta Jézus aki nappal jár kell, nem botlik meg, mert lát ennek a világnak a világosságában. Aki viszont éjszaka járkál, megbotlik, mert nincs benne világosság. Ezeket mondta, majd hozzátette. Lázár barátunk elaludt, de elmegyek, hogy fölkeltsem. Urunk, ha elaludt, akkor meggyógyul, felelték neki erre a tanítványok. De Jézus a haláláról beszélt. Ők pedig azt gondolták, hogy álomban való alvásról beszél. Akkor Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és én örülök, hogy nem voltam ott. Miattattatok, hogy hitre juthattok. De menjünk el hozzá. Menjünk el mi is, hogy vele együtt halljunk meg, mondta a többi tanítványnak Tamás, akit ikernek mondanak. Mikor aztán Jézus megérkezett, Lázár már négy napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 stadionnyira. És a júdeaiak közül sokan érkeztek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Mikor Márta meghallotta, hogy jön Jézus, eléje ment. Mária pedig otthon maradt. Uram, ha itt lettél volna, mondta Márta Jézusnak, a testvérem nem halt volna meg. De most is tudom, hogy bármit kérsz Istentől, meg fogja adni neked Isten föl fog támadni a testvéred, felelte neki Jézus. Tudom, hogy feltámad majd a feltámadáskor az utolsó napon, válaszolt Márta. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondta neki Jézus. Aki hisz bennem, ha meg is hal, élni fog. És senki, aki él és hisz bennem, semmiképp sem hal meg örökre. Hiszel ebben? Igen, ura válaszolt az. Én hiszek benne, hogy te vagy a messiás, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Miután ezeket mondta, elment és titokban szólt Máriának a testvérének. Itt van a mester, és hív téged. Ő pedig ezt halva gyorsan fölkelt, és elment hozzá. Jézus pedig még nem jött be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment. A júdeaiak ezért, akik otthon voltak vele, és vigasztalták, Látva, hogy Mária hirtelen fölkel és kimegy, utána mentek, mert azt mondták, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig odaért, ahol Jézus volt, és mikor meglátta, a lábaihoz borult. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondta neki. Jézus pedig látta, hogy zokog, és a vele érkezett júdeai is sírnak, szellemében nagyon feldúlt lett és felzaklatta magát. Hová helyeztétek el? kérdezte. Gyere, urunk, nézd meg! felelték. Jézusnak kicsordult a könnye. Látjátok, milyen jó barátja volt? mondták erre a júdeaiak. De egyesek közülük ezt kérdezték. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez se halljon meg? Jézus pedig magában megint feldúltan odaért a sírhoz, amely egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Vegyétek el a követ, mondta Jézus. De uram, már szaga van, hiszen négy napos, válaszolta neki az elhunyt testvére, Márta. Nem megmondtam neked, felelt Jézus, hogyha elkezdesz hinni, meg fogod látni Isten dicsőségét. Elvették hát a követ, amely mögött a halott feküdt. Jézus pedig fölnézett a magasba, és így szólt. Atyám, Köszönöm, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak az itt körben álló tömeg miatt mondtam, hogy elhiggyék. Te küldtél. Majd miután ezeket mondta, hangosan fölkiáltott. Lázár, gyere ki! És a halott kijött, kezé lábán vászon csíkokkal bepójálva, arca pedig kendővel volt körülkötve. Oldozzátok ki, hogy tudjon járni mondta neki Jézus. Ezért sokan a júdeaiak közül, akik Máriához mentek, és szemtanúi voltak annak, amit Jézus tett, hinni kezdtek benne. De néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, amiket Jézus tett. A főpapok és a farizeusok ezért összehívták a Sanhedrint. Mit tegyünk? kérdezték. Hiszen ez az ember sok jelet tesz. Ha ezt így engedjük neki, mindenki hinni fog benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk ezt a helyet is, és a népet is. De egyikük, Kajafás, aki abban az évben főpap volt, így szólt hozzájuk. Ti nem értitek az egészet. Nem is gondoljátok végig, hogy megéri nekünk, ha egy ember meghal a népért, és nem pusztul el az egész nép. Ezt azonban nem magától mondta, hanem mivel abban az évben főpap volt, profétált, hogy Jézusnak meg kell halnia a népért. Sőt, nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva tehát arról tanácskoztak, hogy kivégzik. Ezért Jézus nem forgolódott többet nyilvánosan a júdeaiak között, hanem elment onnét vidékre, a sivatag közelében lévő Efraim nevű városba, és ott időzött tanítványaival együtt. De közel volt a zsidók Pészek ünnepe, és sokan fölmentek vidékről Jeruzsálembe a Pészek miatt, hogy megszenteljék magukat. Keresték is Jézust, és a templomban áldogálók kérdezgeték egymástól. Mit gondoltok? Vajon egyáltalán nem jön el az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig parancsot adtak ki, hogyha valaki megtudja, hol van, jelentse, hogy letartóztathassák. Jézus pedig hat nappal a Pészak előtt Betániába ment, ahol a halott Lázár volt, akit föltámasztott a halottak közül. Ebédet készítettek ott neki. Márta szolgált fel, és Lázár is egyike volt azoknak, akik letelepettek vele az asztalhoz. Mária fogott egy litra drága, eredeti nárdból készül illatos olajat, és bekente Jézus lábait majd megtörölte saját hajával. A ház megtelt az olajillatával. Erre egyik tanítványa, a kerióti júdás Simon fia, aki később elárulta, így szólt. Miért nem adták el ezt az illatszert háromszáz dénárért? És miért nem adták azt a nincsteleneknek? De ezt nem azért mondta, mert ennyire aggódott a nincs nincstelenekért, hanem mert tolvaj volt, és nála volt a pénzes doboz, ő pedig kivett abból, amit beletettek. Hagyd békén, felett erre Jézus, hiszen a temetésem napjára tette félre ezt. Nincs telenek, mindig lesznek köztetek, de én nem leszek mindig köztetek. A júdeaiak közül nagyon sokan megtudták, hogy ott van, és oda jöttek. Nem csupán Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztottak a halottak közül. A főpapok pedig eltervezték, hogy Lázárt is megölik, mivel sokan a júdeaiak közül ő miatt mentek oda, és ittek Jézusban. Másnap a nagy tömeg, amely az ünnepre jött halván, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik, pálma ágakat ragadott, és kiment Jézus elé így kiáltozva. Hozsána, áldott, aki az Úr nevébe jön, Izrael királya! Jézus pedig talált egy szamárcsikot, és fölült rá, ahogy megvan írva. Ne félj, Cion leánya, lást királyod érkezik, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették ezeket. De mikor Jézus megdicsőült, akkor eszükbe jutott, hogy ezek voltak megírva róla, és ezeket is tették vele. Az a sokaság pedig, amely vele volt, mikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halottak közül, tanúságot tett. Ezért is ment elébe a tömeg, mert hallották, hogy ezt a jelet tette. A farizeusok pedig azt mondták egymás között. Látjátok, semmit sem tudtok tenni. Nézzétek meg, az egész világ utána megy. Néhány görög is volt azok között, akik följöttek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek odajöttek a galileai Betsaidából való Fülöphöz, és megkérték. Uram, szeretnénk látni Jézust. Fülöp odament Andráshoz, és beszélt vele. Aztán András és Fülöp szóltak Jézusnak. Eljött az óra, hogy az ember fia megdicsőjön, felelte neki Jézus. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Ha a földbe hulló gabonamag nem hal el, egyedül marad. De ha elhal, sok magot terem. Aki szereti saját lelkét, el fogja pusztítani. De aki gyűlöli a lelkét ezen a világon, az örök életre őrzi meg. Ha valaki szolgálni szeretne engem, akkor kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. És ha valaki szolgálni szeretne engem, azt az atya tisztelni fogja. Most nagyon megrendült a lelkem, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, hiszen éppen ezért jutottam el eddig az óráig. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Ekkor egy hang szólalt meg az égből. Meg is dicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni. Erre a tömeg, amely ott állt és hallotta ezt, azt mondta, menj dörgött. Még mások szerint angyal szólt hozzá. Jézus pedig így válaszolt. Nem értem szólalt meg ez a hang, hanem értetek. Most születik meg az ítélete világ fölött. Most fogják kiközösíteni e világ fejedelmét. Én pedig, ha fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok majd. E szavakkal jelezte, milyen halállal fog meghalni. A tömeg így felelt neki. Mi úgy hallottuk a törvényből, hogy a messiás örökké megmarad. Hogy érted, hogy az emberfiát fölemelik? Ki ez az emberfia? Még egy rövid ideig köztetek van a világosság, feled nekik erre Jézus. Addig járjatok, amíg van világosságotok, nehogy meglepjen a sötétség. Aki a sötétben jár, az nem tudja, hová megy. Amíg van világosságotok, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment. És elrejtőzött előlük. És noha ennyi lettett előttük, mégsem hittek benne. Azért, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava: Uram, ki hitte el üzenetünket, és kinek vált nyilvánvalóvá az úrkarja? Emiatt nem tudtak hinni, hiszen ezt is megmondta Ézsaiás. Megvakította szemüket, és keményítette szívüket. Nehogy lássanak szemükkel, értsenek szívükkel, és megtérjenek, hogy meggyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mikor látta az ő dicsőségét, és beszélt róla. Ennek ellenére sokan hinni kezdtek benne, az előjárók közül is. Csak hogy a farizeusok miatt nem vallották be, nehogy kiközösítsék őket a zsinagógából. Mert az emberek véleménye fontosabb volt nekik, mint Isten vélemény. Jézus pedig fölkiáltott. Aki bennem hisz, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött. És aki engem lát, azt látja, aki küldött. Én a világosság. Azért jöttem el a világba, hogy senki, aki hisz bennem, ne maradjon a sötétségben. Aki hallja, amiket mondok, de nem hiszi el, azt én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem a világot. Aki elutasít engem, és nem fogadja el, amiket mondok. Van annak, aki elítéli. Szavam, amit kimondtam, fogja elítélni az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az atya, aki küldött. Ő maga parancsolta meg, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. És tudom, hogy a parancsa örök élet. Ezért amiket én mondok, úgy mondom, ahogy az atya mondta nekem. Mivel Jézus már a pészek ünnepe előtt tudta, hogy eljött számára az óra, hogy átköltözzön ebből a világból az atyához, mert szerette az övéit ebben a világban, most pedig kifejezte szeretetének teljességét irántuk. Mire pedig a vacsora elkészült, az ördög már belehelyezte a kerióti júdásnak, Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt. Jézus annak tudatában, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy ő Istentől jött ki, és Istenhez tér vissza. Fölkelt a vacsorától. Levette köpenyét, majd fogott egy vásznat, a derek a köré kötötte. Aztán vizet töltött a mosdótába, és neki látott megmosni a tanítványok lábát, és megtörölni a derek a köré kötött vászonnal. Odalépett Simon Péterhez, azt pedig megkérdezte tőle. Uram, te mosod meg az én lábamat? Most nem érted, amit én teszek, de később majd megérted, felelte neki Jézus. Az én lábamat nem mosod meg soha, válaszolta Péter. Ha nem moslak meg, mondta neki Jézus, nem vagy a részes társam. Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és fejemet is, felelte Péter. Aki megfürdött, Válaszolta neki Jézus, annak csak arra van szüksége, hogy lábát megmossák, különben teljesen tiszta. Ti pedig tiszták vagytok, bár nem mindannyian. Tudta ugyanis, hogy ki fogja elárulni, ezért mondta, nem vagytok mindannyian tiszták. Mikor aztán megmosta a lábukat, fölvette a köpenyét, és újra ledőlt a vacsorához, megkérdezte őket. Értitek, mit tettem veletek? Ti engem így neveztek a Mester, az Úr, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és a Mester, megmostam a lábatokat, nektek is kötelességetek megmosni egymás lábát. Mert példát mutattam nektek, hogy ti is tegyetek úgy, ahogy én tettem veletek. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Egy rabszolga sem nagyobb az uránál, és egy küldött sem nagyobb annál, aki küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, ha megteszitek. Nem minnyájatokról mondom ezt. Én ismerem azokat, akiket kiválasztottam. De ez azért történik így, hogy az írás beteljesedjék. Aki velem együtt eszi a kenyeret, fölemelte sarkát ellenem. Már most elmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor majd bekövetkezik, elhiggyétek, hogy én vagyok. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek: aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Miközben Jézus ezeket mondta, szellemében nagyon megrendült és tanúságot tett. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Egyik őtök elárul. A tanítványok egymásra néztek, mert zavarban voltak, hogy melyikükről beszél. Volt köztük egy, a legjobb barátja, aki Jézus ölének dőlve feküdt. Simon Péter intett neki, hogy kérdezze meg, kiről beszél. Ezért az Jézus mellére hajolva megkérdezte tőle. Uram, ki az? Az, akinek bemártok és odaadok egy darab kenyeret. Jézus. Majd bemártva egy kenyérdarabot, odaadta a kerióti júdásnak, Simon fiának. És a kenyérdarab után akkor belement abba a sátán. Ezért Jézus így szólt hozzá, amit teszelted meg gyorsan. Ezt senki sem értette az asztaltársak közül, hogy miért mondta neki. Néhányan azt gondolták, mivel a pénzes doboz júdásnál volt, hogy Jézus úgy érti, vegye meg, amikre szüksége van az ünnephez, vagy hogy adjon valamit a nincs teleneknek. Júdás, miután lenyelte a falatot, rögtön kiment. Éjszaka volt. Mikor kiment, Jézus így szólt. Most dicsőül meg az emberfia, és Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában rövidesen megdicsőíti. Gyermekeim, egy keveset még veletek vagyok. Keresni fogtok, de hogy a júdeaiaknak mondtam, hogy nem tudnak oda jönni, ahová én megyek, most nektek is ezt mondom. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja felismerni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van bennetek egymás iránt. Simon Péter megkérdezte tőle. Uram, hová mész? Most nem tudsz követni engem oda, ahová megyek, felelte Jézus, de később majd követni fogsz. Uram, miért ne tudnálak most követni téged? kérdezte tőle Péter. Az életemet adom érted. Az életedet adod értem? felelte neki Jézus. Bizony úgy van, ahogy mondom neked. A kakas még meg sem szólal, mire háromszor letagadsz engem. Ne rendüljön meg a szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek bennem is. Atyám házában sok férőhely van. Ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy elkészítsem nektek a helyet. Miután elmentem, és elkészítettem nektek a helyet, újra eljövök. És magamhoz veszlek majd titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. És hogy hová megyek, tudjátok, és az utat is tudjátok. Uram, nem tudjuk, hová mész, szólalt meg Tamás. Honnan tudhatnánk az utat? Én vagyok az út, az igazság és az élet, felelte neki Jézus. Senki sem juthat el az atyához, csak általam ha engem megismertetek volna, atyámat is megismertétek volna, és mostantól fogva ismeritek, és láttátok őt. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk, mondta neki Fülöp. Ennyi ideig köztetek voltam, és nem ismertél meg, Fülöp? kérdezte tőle Jézus. Aki látott engem, az látta az atyát. Hogy érted, hogy mutassam meg nektek az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, az atya pedig bennem? A dolgokat, amiket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem lakik. Ő viszi véghez a tetteit. Higgyétek el nekem, hogy én az atyában vagyok, az atya pedig bennem. De ha nekem nem is hisztek, legalább magukat tettek miatt, higgyetek nekem. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Aki hisz bennem, az is véghez viszi majd azokat a tetteket, amiket én. Sőt, ezeknél nagyobb dolgokat is fog tenni, mert én az atyámhoz megyek, és amit csak kértek a nevemben, meg fogom tenni, hogy megdicsőjön az atya a fiúban. Ha valamit kértek a nevemben, én meg fogom tenni. Ha szerettek engem, tartsátok meg a parancsolataimat. Én pedig meg fogom kérni az atyát, és ő majd ad nektek egy másik ügyvédet, hogy veletek maradjon a korszakon át az igazság szellemét. Őt a világ nem tudja befogadni, mert nem látja, és nem ismeri. Ti viszont ismeritek, mert mellettetek marad, és bennetek lesz. Nem foglak titeket árván hagyni. Eljövök hozzátok. Még egy rövid idő, és a világ már nem lát engem de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon ti megértitek majd, hogy én az atyámban vagyok, ti pedig bennem, és én bennetek. Aki tudja parancsaimat, és meg is tartja őket, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szereti az atyám. Én is szeretni fogom, és megmutatom magam neki. Júdás, nem a kerióti, megkérdezte tőle. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod megmutatni magad? Miért nem a világnak? Aki szeret engem, az meg fogja tartani a beszédemet, válaszolta neki Jézus. Atyám is szeretni fogja. Elmegyünk majd hozzá, és lakóhelyet készítünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg a beszédemet. A beszédem pedig, amit hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött. Ezeket úgy mondtam el nektek, hogy köztetek vagyok, de az ügyvéd, a Szent Szellem, akit az atya küld majd a nevemben, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Békét hagyok itt nektek, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne rendüljön meg a szívetek, és ne legyen gyáva. Hallottátok, megmondtam nektek, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy azt mondtam, az atyához megyek, hiszen atyám nagyobb, mint én. Most mondtam el nektek, mielőtt megtörténik, hogy mikor megtörténik, higgyetek. Már nem sokat fogok beszélni veletek, mert közeledik e világfejedelme. Bennem nincs semmije, de a világnak meg kell értenie, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogy az atya megparancsolta nekem. Keljetek fel, menjünk el innen. Én vagyok az igazi szőlőtőke, és atyám a szőlőtermesztő. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz termést bennem, lemetsz, viszont mindegyiket, amelyik termést hoz, megtisztítja, hogy még több termést hozzon. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet elmondtam nektek. Maradjatok bennem, én pedig bennetek. Ahogy a szőlővessző sem tud magától termést hozni, ha nem marad a szőlőtőkén, ugyanúgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők. Az hoz bő termést, aki bennem marad, és én benne, mert nélkülem semmit sem tudtok tenni. Aki nem marad meg bennem, azt dobják, mint a venyigét, és elszárad. Aztán összegyűjtik, majd tűzre rakják, és elég. Ha megmaradtok bennem, és amiket mondtam, bennetek maradnak, akkor amit szeretnétek, kérni fogjátok, és meg lesz nektek. Atyám abban dicsőül meg, ha sok termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ahogy az atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, meg fogtok maradni szeretetemben. Ahogy én is megtartom atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy örömöm bennetek maradjon, és örömötök teljessé legyen. Ez a parancsom. Szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek titeket senkiben sincs nagyobb szeretet annál, aki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok. Ha mindezt megteszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket rabszolgáknak, hiszen a rabszolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket barátaimnak nevezlek, mert mindent, amit az atyától hallottam, tudtotokra adtam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és én rendeltelek arra, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármire kéritek az atyát a nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek. Szeressétek egymást. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok, hogy engem előbb gyűlölt meg, mint titeket. Ha a világból származtatok volna, a világ barátságos lett volna ahhoz, ami az övé. De mivel nem a világból származtok, hanem én kiválasztottalak titeket a világból, emiatt gyűlöl titeket a világ. Jusson eszetek be a tanítás, amit mondtam nektek. Egy rabszolga sem nagyobb az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem volna el, és nem beszéltem volna nekik, nem lenne bűnük. De így most nincs mentségük bűnökre. Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. Ha nem tettem volna olyan dolgokat köztük, amilyeneket senki más nem tett, nem lenne bűnük. Most viszont látták is ezeket, mégis meggyűlöltek engem is, és Atyámat is. De azért történt így, hogy beteljesedjék az a mondás, amely megvan írva a nekik adott törvényben. Ok nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek, mert elejétől fogva velem vagytok. Azért mondtam el nektek ezeket, nehogy megbotránkozzatok. Ki fognak közösíteni titeket a zsinagógákból? Sőt, eljön az óra, amikor mindenki, aki titeket gyilkol, azt képzeli, hogy Isten szolgálja. Azért teszik majd ezeket veletek, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. De én elmondtam nektek ezeket, hogy mikor elérkezik az óra, eszetekbe üssön, hogy szóltam nektek. Az elején nem beszéltem nektek ezekről, hiszen veletek voltam de most elmegyek ahhoz, aki küldött. És egyik őtök sem kérdezi tőlem, hová megyek. Hanem mivel elmondtam nektek ezeket, szívetek megtelt szomorúsággal. De én megmondom nektek az igazat. Jobban jártok, ha én elmegyek. Mert ha nem mennék el, az ügyvéd sem jönne el hozzátok. De ha elmegyek, el fogom küldeni hozzátok. És mikor ő eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről. Egyrészt a bűnről, hogy nem hisznek bennem, másrészt az igazságosságról, hogy én atyámhoz megyek, és már nem láttak engem, valamint az ítéletről, hogy megszületett az ítélet e világ fejedelme fölött. Sok mondani való van még nektek, de most nem tudnátok elviselni. De mikor eljön, ő, az igazság szelleme, rávezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától fog beszélni, hanem amiket hall, azokat mondja el. És hírt hoz nektek a jövőbeli dolgokról. Ő engem fog dicsőíteni, mert abból kap majd, ami az enyém és azt adja hírül nektek. Minden, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy abból kap majd, ami az enyém, és azt adja hírül nektek. Egy kevés, és nem láttok engem. Aztán megint egy kevés, és megláttok. Mert én az atyához megyek. Erre néhány tanítványa kérdezgetni kezdte egymástól. Mit ért azon, hogy egy kevés, és nem látjuk? Aztán megint egy kevés, és meglátjuk, és hogy elmegy az atyához. Mi az a kevés, amit mond? Tették hozzá. Nem értjük, miről beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni tőle, és így szólt hozzájuk. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy azt mondtam, egy kevés, és nem láttok engem. Aztán megint egy kevés, és megláttok. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek. Ti sírtok, és gyászoltok majd, a világ pedig örülni fog. Ti szorongani fogtok, de szorongásotok majd örömre fordul. Egy nő, mikor szül, szorong, mert eljött az órája. De mikor megszült a gyermekét, már nem jut eszébe gyötrelme az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szorongtok, de újra látni foglak titeket. Szívetek örülni fog, és örömöteket senki el nem veheti tőletek. Azon a napon pedig semmit sem fogtok kérdezni tőlem. Bizony úgy van, ahogy mondom nektek, amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja majd nektek. Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben, kérjetek és meg fogjátok kapni, hogy teljes legyen az örömötök. Ezeket hasonlatokkal mondtam el nektek. Közeledik az óra, amikor már nem hasonlatokkal szólok majd hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon kérni fogtok a nevemben. Én pedig nem mondom azt nektek, hogy majd én megkérem az Atyát, értetek, hiszen az Atya maga is kedvét leli bennetek, mert ti is megkedveltetek engem, és elhittétek, hogy én Istentől jöttem ki. Az Atyától jöttem ki, és eljöttem a világba. Ismét elhagyom a világot, és elmegyek az Atyához. Látod? Most nyíltan beszélsz, mondták neki a tanítványai és semmilyen hasonlatot nem mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen. Emiatt hiszünk benne, hogy Isten jöttél ki. Most hisztek benne? Válaszolt neki Jézus. Látjátok, közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, Engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem a világot. Ezeket mondta Jézus, majd fölnézett az égre, és így szólt: Atyám, eljött az óra. Dicső is hogy fiad is megdicsőítsen téged. Ahogy hatalmat adtál neki minden test fölött, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. És az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent, és akit küldtél, Jézust, a messiást. Én megdicsőítettelek téged a földön. Befejeztem a munkát, amit adtál nekem, hogy elvégezzem. Most pedig te dicsőíts meg engem. Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt nálad a világ létezése előtt. Nyilvánvalóvá tettem nevedet azok előtt, az emberek előtt, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket. Ők pedig megtartották beszédedet. Most értették meg, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig elfogadták, és valóban megértették, hogy tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél. Én értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál. Mert a tiéd, és az enyém mind a tiéd. A tiéjét pedig az enyém és bennük dicsőülök meg. Én nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak. Én pedig hozzád megyek. Szent Atyám, őrizd meg őket, akiket nekem adtál, a te nevedben, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam a világban, én őriztem őket, akiket nekem adtál, a te nevedben. Vigyáztam rájuk és senki sem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket azért mondom a világban, hogy az én beteljesedett örömöm bennük legyen. Én átadtam nekik beszédedet, a világ pedig meggyűlölte őket, mert nem a világból származnak, ahogy én sem a világból származom. Nem arra kérlek, hogy emelt ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból származnak, ahogy én sem a világból származom. Szentelt meg őket a te igazságoddal, a te szavad igazság. Ahogy te küldtél el engem a világba, én is úgy küldtem el őket a világba. És én oda szentelem magam értük, hogy ők is az igazsággal megszenteltek kiváljanak. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek majd bennem. Hogy mindannyian egyek legyenek, ahogy te, atyám, bennem, én pedig benned vagyok. Ők is egyé legyenek bennünk, hogy a világ elhiggye, hogy te küldtél engem. Én pedig azt a dicsőséget, amit nekem adtál, átadtam neki hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én bennük, és te bennem. Hogy tökéletessé váljanak egységben. Hogy így a világ megértse, hogy te küldtél engem, és úgy szereted őket, ahogy engem szeretsz. Atyám, szeretném, hogy azok is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák dicsőségemet, amit nekem adtál. Mert szerettél engem már a világ alapjainak letétele előtt. És a világ, igazságos atyám, nem ismert téged, de én ismerlek. Ők pedig fölismerték, hogy te küldtél engem, és én megismertettem velük a te nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy az a szeretet, amelyel engem szeret bennük legyen, és én is bennük legyek. Miután Jézus mindezt elmondta, tanítványaival együtt kiment a Kidrón patakon túlra. Volt ott egy kert, ahová bement a tanítványokkal. Ismerte a helyet Júdás is, aki elárulta, mert Jézus és a tanítványai sokszor gyűltek itt össze. Ezért Júdás miután kapott egy csapat katonát, valamint a főpapok és a farizeusok szolgáit, odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig, mivel tudta, mi következik, kiment, és megkérdezte tőlük. Kit kerestek? A názáreti Jézust válaszolták neki. Én vagyok, mondta neki Jézus. Júdás is, aki elárulta, ott állt köztük. És amikor Jézus azt mondta nekik, én vagyok, hátra hököltek, és a földre zuhantak. Így hát újra megkérdezte őket, kit kerestek? A názáreti Jézust, mondták. Mondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, őket hagyjátok elmenni. Felelte Jézus azért, hogy beteljesedjen, amit mondott. Akiket nekem adtál, azok közül egy sem veszett el. Erre Simon Péter, akinek volt kardja, előrántotta. lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta jobb fülét. A szolgát Málkosznak hívták. Tedd vissza a kardodat a hüveébe, mondta Jézus Péternek. Talán ne ígyam ki a poharat, amelyet az atya adott nekem? A csapatkatona, az ezredes, és a júdeaiak szolgái letartóztatták Jézust. Megkötözték. És először Annáshoz vezették, mert ő volt Kajafás apósa, aki abban az évben főpap volt. És Kajafás volt az, aki azt a tanácsot adta a júdeaiaknak, hogy megéri nekik, ha egy ember meghal a népért. Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követték Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak. Így Jézussal együtt bejutott a főpap udvarába. De Péter kint maradt a kapunál, ezért a másik tanítvány, a főpap ismerőse, kiment érte, beszélt a kapuslányjal, és bevitte Pétert. A kapuslány pedig, aki a kaput figyelte, megkérdezte Pétertől: Te is annak az embernek a tanítványai közül való, vagy nem? Nem vagyok, mondta ő a rabszolgáik és a szolgák pedig a parazsat élezgetve átsorogtak és melegedtek, mert hűvös volt. Péter is odállt közéig melegedni. A főpap pedig a tanítványairól és a tanításáról kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyíltan beszéltem a világnak. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol összegyűlik minden zsidó. Titokban nem mondtam semmit. Miért engem kérdezel? Kérdez meg azokat, akik meghallgattak, hogy mit mondtam nekik. Ők látott tudják, miket mondtam. De mikor ezt mondta, az ott álló szolgák egyike Jézus arcába ütött, és így szólt. Így válaszolsz a főpapnak? Ha rosszul mondtam, bizonyít be, hogy rossz, felelte neki Jézus. De ha jól, akkor miért tudsz meg? így aztán Annás megkötöző átküldte őt Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig kint állt és melegedett. Ugye te is a tanítványai közül való vagy? Kérdezték tőle. Ő letagadta. Nem vagyok. A főpap egyik szolgája, Rokona, annak, akinek Péter levágta a fülét, megkérdezte. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Mire Péter ismét letagadta a kakas pedig abban a pillanatban kukorékolni kezdett. Kajafástor aztán Jézust a helytartói palotába vezették. Kora reggel volt. Ők maguk nem léptek be a helytartói palotába, hogy ne váljanak tisztátalanokká, és megehessék a pésze vacsorát. Ezért Pilátus kiment hozzájuk, és megkérdezte. Mivel vádoljátok ezt az embert? Ha nem követett volna el gonoszságot, nem adtuk volna át neked, felelték neki. Tartsátok fogva ti, mondta neki Pilátus, és ítélkezzetek felette a törvényetek szerint. Nekünk nincs megengedve, hogy bárkit is megöljünk, válaszolták a júdeaiak. Ez azért történt így, hogy beteljesedjen, amit Jézus mondott, amikor jelezte, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Pilátus visszament a helytartói palotába, behívatta Jézust és megkérdezte. Te vagy a zsidók királya? Ezt magadtól mondod, vagy mások mondták neked rólam? Kérdezett vissza Jézus. Talán zsidó vagyok én? Felelt Pilátus. A te nemzeted és a főpapok adtak át nekem. Mit tettél? Az én királyságom nem ebből a világból való, válaszolt Jézus. Ha ebből a világból való lenne a királyságom, alatt valóim harcolnának, hogy ne kerüljek a júdeaiak kezébe. De láthatod, az én királyságom nem innen való. Tehát nem vagy király? kérdezte erre tőle Pilátus. Te mondod, hogy király vagyok, felelte Jézus. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanulságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallja a hangomat. Mi az igazság? kérdezte tőle Pilátus. Az megint kiment a júdeaiakhoz. Én semmi kivetni valót nem találok benne, mondta nekik. Az a szokás nálatok, hogy a Pészák ünnepén egy valakit szabadon engedjek nektek. Akarjátok hát, hogy szabadon engedjem nektek a zsidó királyát? Erre megint kiáltozni kezdtek. Nem őt, ne őt, hanem Bár Bárabbá bár pedig egy rabló volt. Akkor pedig Pilátus lefogadta Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák pedig tövisből koszorút fontak, rátették a fejére bíbor színű ruhát borítottak rá, majd oda hozzá. Köszöntünk, zsidó királya, mondták, és az arcát ütötték. Pilátus pedig megint kiment a tömeghez, és így szólt. Nézzétek, kihozom ide hozzátok, hogy megértsétek, semmi kivetni valót nem találok benne. Ki jött tehát Jézus fején a töviskoszorúval bíbor színű palásban. Tessék, itt az az ember, mondta nekik Pilátus. Ahogy a főpapok és a szolgák meglátták, kiabálni kezdtek. Feszítsd keresztre, feszítsd keresztre. Vigyétek és feszítsétek keresztre ti, felelt nekik Pilátus, mert én semmi kivetni valót nem találtam benne. Nekünk törvényünk van, mondták a júdeaiak, és a törvény szerint halált érdemel, mivel Isten fiává tette magát. Mikor Pilátus meghallotta a szavakat, nagyon megrémült. Újra bement a helytartói palotába, és megkérdezte Jézust. Honnan származol? De Jézus nem adott neki választ. Erre Pilátus megkérdezte. Nekem nem válaszolsz? Hát nem tudod, hogy hatalmamban áll elengedni, és hatalmamban áll keresztre feszítetni téged? Semmi hatalmad nem volna felettem. Felett Jézus. Ha felülről nem kaptál volna ezért nagyobb bűne van annak, aki engem neked átadott. Ettől kezdve Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsásod, de a judeaiak azt kezdték kiáltozni. Ha elengeded, nem vagy a császár barátja. Mindenki, aki királyát teszi magát, a császár ellen beszél. Amikor aztán Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kivezettette Jézust és leült a bírói emelvényen, azon a helyen, amelyet mozaiknak, Héberül pedig Gabbatának hívnak. Az előkészület napja volt. Hat óra felé járt az idő. Tessék, a királyotok, mondta Pilátus a júdeaiaknak. Vidd el, vidd el, feszítest keresztre, kiáltozták azok. Keresztre feszítessem a királyotokat, kérdezte tőlük Pilátus. Nincs királyunk, csak császárunk, felelték a főpapok. Ekkor átadta nekik, hogy keresztre feszítsék, azok pedig átvették Jézust. Aki maga a keresztjét, kiment arra a helyre, amelyet koponya helynek, Héberül Golgotának neveznek. És ott keresztre feszítették. És vele együtt még két embert két felül középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is iratott, és a keresztre tette. Ez állt rajta. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Sokan elolvasták a júdeaiak közül ezt a feliratot, mert a hely, ahol Jézus keresztre feszítették, közel volt a városhoz, és a szöveget héberül, latinul és görögül is felírták. A zsidók főpapjai tiltakoztak Pilátusnál. Ne ezt írt, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy ő állította, a zsidók királya vagyok. Amit megírtam, megírtam, felelte Pilátus. A katonák pedig miután Jézus keresztre feszítették, fogták a ruháit és a köpenyét, a ruháit négy részre osztották, minden katonának egyrészt, de mivel a köpenye varrás nélkül készült, felülről végig egybeszőve, ezért így szóltak egymáshoz. Ezt ne vágjuk szét, hanem sorsoljunk, hogy kié legyen. Azért történt így, hogy ez írás beteljesedjen. Ruháimat szétosztották maguk között, öltözetemre pedig sorsot vetettek. Valóban megtették hát ezt a katonák. Jézus keresztjénél ott állt az édesanyja, annak testvére, valamint Mária, a klópászé és a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta az anyját és mellette azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt az édesanyjához. Asszony, nézd a fiat! A tanítványnak pedig ezt mondta: Nézd az anyád! Attól az órától az a tanítvány befogadta Jézus anyját a családjába. Azután Jézus, mivel tudta, hogy már mindent elvégzett, megszólalt, hogy beteljesedjen az írás. Szomjas vagyok. Volt ott egy ecettel terjedény, így hát szájához nyújtottak egy izsópra tett ecettel teli szivacsot. Jézus pedig miután elfogadta az ecetet, így szólt, beteljesedett. Majd a fejét lehajtva kibocsátotta szellemét. A judeaiak pedig, mivel az előkészület napja volt, hogy hát szombaton nem maradjanak a kereszten a holtestek, mert ez a szombat nagy nap volt. Megkérték Pilátust, hogy törjék el a lábszárukat, majd pedig vegyék le őket. Elmentek hát a katonák, és eltörték az egyiknek a lábszárát, majd a másikét is, akit vele együtt feszítettek meg. De mikor Jézushoz értek, mivel látták, hogy már meghalt, nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona a lándzsájával átszúrta az oldalát honnan azonnal vér és víz ömlett ki. Aki látta, tanúsította ezt, és a tanúságtétele igaz. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek ugyanis azért történtek, hogy beteljesedjen az írás. Csontja nem töretik össze. Egy másik írás pedig ezt is mondja. Nézik majd, akit átszúrtak. Ezek után az Arimatia József, aki titokban volt Jézus tanítványa, mert félt a judeaiaktól, megkérte Pilátust, hogy levelse Jézus testét. Pilátus pedig megengedte neki. Elment hát és levette a testét. Sőt, Nikodémus is eljött, aki először éjszaka ment hozzá, és hozott mint egy száz a mirha és aloé keverékéből készült illatszert. Fogták Jézus testét, és bepójálták gyolcs szalaggal, az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás a temetést előkészíteni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert. A kertben pedig egy új sír, ahová még soha senkit nem temettek. Oda helyezték át a Jézust, mert a zsidók előkészületi napja volt, és ez a sír ott volt a közelben. A hét első napján, korahajnalban, mikor még sötét volt, a magdalai Mária kiment a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírról. Elfúzott, és elment Simon Péterhez, meg a másik tanítványhoz, akit Jézus kedvelt. Elvitték az urat a sírból, mondta nekik, és nem tudjuk, hová tették. Erre kiment Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futottak ketten, de aztán a másik tanítvány megelőzte Pétert, így elsőként ért a sírbolthoz. És amikor behajolt, látta, hogy ott hevernek a gyolcs szalagok, de mégsem ment be. Aztán odaért Simon Péter is, aki mögötte futott, bement a sírboltba, és látta az ott heverő gyolcs szalagokat és hogy a kendő, amely Jézus fején volt, nem a gyolcs szalagokkal együtt van, hanem külön fekszik egy helyen, összegöngyölve. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először ért oda a sírhoz, ő is látta mindezt, és hinni kezdett. Mert még nem értették meg az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. Azok a tanítványok ismét visszamentek a többiekhez, Mária pedig kint állt zokogva a sír mellett. Sírás közben behajolt a sírboltba, és két angyalt látott, akik fehér ruhában ott ültek, ahol Jézus teste feküdt. Egyik a feje, másik a lába helyén. Ezek megkérdezték tőle. Asszony, miért sírsz? Elvitték az én uramat, és nem tudom, hová helyezték, felelte nekik. Miután ezt mondta, hátrafordult, és meglátta Jézust, aki ott állt. De nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mivel ő azt gondolta, hogy a kertész az, így válaszolt neki. Uram, ha te vitted de mondd meg nekem, hová tetted, és én majd elviszem. Mária, mondta neki Jézus. Az megfordult, és így szólt hozzá, héberül. Rabbóni, ami lefordítva azt jelenti, Mesterem, ne ír hozzám, mondta Jézus, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. A Magdalai Mária elment, és elmondta a tanítványoknak. Láttam az urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, a hét első napján, mikor beesteledett, jól lehet ott, ahol a tanítványok tartózkodtak, az ajtók be voltak zárva, mert féltek a júdeaiaktól. Bejött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok felvidultak, mikor látták az urat. Békesség nektek, mondta nekik ismét Jézus. Ahogy az atya elküldött engem, én is úgy küldelek el titeket. És miután ezt mondta, rájuk fújt, majd így szólt. Fogadjátok be a Szent Szellemet. Akiknek megbocsátjátok a bűneiket, azok bocsánatot nyernek. Akiknek megtartjátok, azoknak megmaradnak. Tamás pedig, akit Ikernek hívnak, a tizenkettő egyike, nem volt velük, amikor Jézus eljött. Így hát a többi tanítvány elmondta neki, láttuk az urat. Ha nem látom a kezén a szögek ütötte sebeket, és nem teszem az ujjamat a szögek ütötte sebekbe, és a kezemet az oldalába, semmiképpen nem hiszem el. Felelte nekik. Aztán nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, köztük Tamás is. Jézus bejött, noha az ajtók be voltak zárva. Megállt középen, és így szólt. Békesség nektek. Aztán ezt mondta Tamásnak. Nyújtsd ide az ujjaidat, és nézd meg a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamba, és ne hitetlen legyél, hanem hívő. Uram, és Istenem, válaszolta Tamás. Hiszel, mert láttál engem? Mondta neki Jézus. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hitre jutnak. Persze sok más jelet is tett Jézus a tanítványok előtt, amelyek nincsenek leírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért lettek leírva, hogy elhiggyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia. És hogy nektek, akik hisztek ebben, Életetek legyen az ő nevében. Ezek után Jézus ismét megjelent a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg. Együtt volt Simon Péter, Tamás, akit Ikernek hívnak, Natanáél, aki a Galileai Kánából való volt, a Zavdáj fiai, és még ketten a tanítványai közül. Elmegyek halászni mondta nekik Simon Péter. Mi is elmegyünk veled felelték nekik. Kimentek és beszálltak a bárkába, de aznap éjjel semmit nem fogtak. Mikor már hajnalodott, Jézus megállt a parton, de a tanítványok nem ismerték fel, hogy ő az. Gyermekeim, nincs valami ennivalótok? szólította meg őket Jézus. Nincs, válaszolták neki. Vessétek ki a csónak jobb oldalán a hálót, és találni fogtok, mondta nekik. Kidobták hát a hálót, de visszahúzni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Az a tanítvány pedig, akit Jézus szeretett, ezt mondta erre Péternek: Az Úr az. Simon Péter pedig, mikor meghallotta, hogy az Úr az, felkapta a ruháját, mivel neki volt vetközve, majd beugrott a tengerbe. A többi tanítványa a bárkával ment, mert nem voltak messze a szárazföldtől, csak mintegy kétszáz könyöknyire. maguk mögött húzva hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és mellette hal és kenyér. Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok, mondta nekik Jézus. Oda ment hát Simon Péter, és kihúzta a nagy halakkal, szám szerint 153-mal teli hálót a partra, és a rengeteg hal ellenére a háló nem szakadt el. Reggelizzetek meg, mondta Jézus és senki sem merte megkérdezni tőle a tanítványok közül, hogy ki ő, mert tudták, hogy az Úr. Jézus odalépett, fogta a kenyeret, és nekik adta, és a halat úgy szintén. Ez már a harmadik megjelenése volt Jézusnak a tanítványok előtt, miután feltámadta, halottak közül. Mikor aztán megreggeliztek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől. Simon, jóna fia! Jobban szeretsz engem ezeknél? Igen, uram. Tudod, hogy a barátod vagyok, felelte ő. Legeltesd a juhaimat, mondta neki. Majd még egyszer megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Igen, uram. Tudod, hogy a barátod vagyok, felelte azt. Viselt gondját a nyájamnak, mondta Jézus. Harmadszor is megkérdezte tőle. Simon, Jóna fia, a barátom vagy? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, barátja-e, és így felelt. Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy a barátod vagyok. Legeltesd a nyájamat, válaszolta Jézus. Bizony úgy van, ahogy mondom neked, mikor fiatal voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahová kedvet tartotta. De amikor megöregszel, széttárod a karodat, más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem lesz kedved. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. És hozzátette. Kövess engem. Péter pedig megfordult, és látta, hogy követi őket az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Aki a vacsora közben a mellére dőlt, és megkérdezte: Uram, ki az, aki elárult téged? Szóval, amikor Péter meglátta őt, megkérdezte Jézustól: Uram, és vele mi lesz? Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik az rád? felelte Jézus. Te engem köves. Ezért elterjedt a testvérek között, hogy az a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik az rád? Ez a tanítvány tesz tanúságot mindezekről. Ő írta le ezeket, és tudjuk, hogy az ő tételeik az. Sőt, sok mást is tett még Jézus, amiket, ha mind egyenként lejegyeznének, úgy gondolom az egész világban nem férne el annyi könyv, amennyit írnának.